Első feladat, nézd meg a videót felirattal. Miért csavarodtam be hirtelen? Ez hülyeség, nem értem én meg a nősülésre. Hogy szed fel Kárl egy libanoni csajt? A terv az volt, hogy eszembe se jut 30 éves korom. Úgy van, még egy öltönye sincs. Plusz Marshall megtalálta élete szerelmét, még ha érett is lennék, ami nem vagyok, de ha az lennék, akkor is oké, készen állok. Hol a nagy ő? És tessék, ott állt előttem. Olyan volt, mint egy régi filmben. Mikor a tengerész meglátja a lányt a zsúfolt bálterem túloldalán, odafordul a cimborájához, és azt mondja, látod azt a lányt? Egy nap a feleségem lesz. Te, Barney, látod azt a lányt? Ó, apám, pervers kis dögle. Menj oda. Nem mehetek csak úgy oda. Kell egy te. Megvárom, míg kimegy a mosdóba, taktikusan elhelyezkedem a Wurlitzer mellett, szia, hogy... Szia, ismeretedet? Szia. Kitalálom. Ted. Mivel foglalkozol? Riporter vagyok a Metro News One-nál. Ó. Hát, fogjuk rá, hogy riporter. Azokat a bugyutak és színeseket csinálom a hírek végén. Olyanokat, hogy... ukuleléző majom. De remélem kapok majd nagyobb sztorikat is. Olyanokat, mint bőgőző gorilla? Bocsász, nagyon csinos vagy. A barátnőid nem tűnnek túl vidámnak. Ja, a középsőt épp most dobta a fiúja, úgyhogy ma éjjel minden pasi ellenség. Ha attól jobban érzi magát, lötyincs képen egy itallal, nem gond. Az biztos bírná. És a filmekben is olyan jó poén. Van kedved velem vacsizni szombaton? Ó, nem megy. Pénteken elutazom Orlandóba egy hétre. Egy pasi megsüti a világ legnagyobb palacsintáját. És ki jött hírt róla? És ez egy hétig tart? Igen, meg is eszi. Az egy újabb rekord. Hé, hey, mi tart ilyen sokáig? Tudom, hogy nincs sok esélyem, de holnap este? Jó. Miért is ne? Barom! Ez jó volt. Második feladat. Nézd meg a kiemelt szavak magyarázatát. Becsavarodik. Jelentése, megőrül, súlyos elmebeli állapotba kerül. Példa, Ted teljesen becsavarodott, láttam, hogy viszkit önt az autójába. Felszed. Jelentése, az a cselekmény vagy technika, amellyel egy korábban ismeretlen személlyel ismerkednek meg, különösen szerelmi célból. Példa, Barney nem érti, hogy tud kár lányokat felszedni öltöny nélkül. A nagy ő. Jelentése, az a személy, akiről úgy gondolod, hogy életed szerelme lehet, és nincs hozzáfogható. Példa, nagyon szerencsések azok az emberek, akik megtalálják a nagy őt az életük során. Zsúfolt. Jelentése, sok emberrel vagy dologgal teli. Példa, tegnap áthívtak egy buliba, ami annyira zsúfolt volt, hogy 10 perc után hazamentem. Cimbora. Jelentése, csínyben, játékban, mulatozásban résztvevő társ. Példa, a jó barátok már az iskolában cimborák voltak. A jókedvű cimborák együtt mulattak egész éjszaka. Dög. Jelentése, gyalázatos teremtés, rossz ember. Ebben az esetben a férfi vágyainak megtestesülése, ezért nem negatív jelző. Példa, te, Barney, látod azt a lányt? Ó, apám, pervers kis dög lehet. Fogjuk rá. Jelentése, valami közel áll a valósághoz, de nem teljesen az. Példa, riporter vagyok a Metro News 1-nél. Ó, hát fogjuk rá, hogy riporter. Dobta a fiúja. Jelentése, a fiú szakított a lányjal, véget vetett a kapcsolatuknak. Példa, hallottad, hogy Katát dobta a fiúja? Löttyint. Jelentése, hirtelen mozdulattal kijönt kis mennyiségű folyadékot, híganyagot egy helyre egy edényből. Példa, hé, óvatosan, ha nem figyelsz, még bort löttyintesz a fehér ruhámra. Poén. Jelentése, nevetséges fordulat, váratlan esemény egy vicc végén. Példa, ha attól jobban érzi magát, lecsincs képen egy itallal. Az biztos bírná, és a filmekben is olyan jó poén.
Van kedved velem vacsizni a hétvégén? Jelentése: egy randevúra, randira való felkérés. Példa: van kedved velem vacsizni a hétvégén? Ó, nem megy. Pénteken elutazom Orlandóba egy hétre. Barom. Jelentése: durva személy, nagyon buta ember. Példa: volt egy osztálytársam, akit nagyon nem bírtam. Nem tudom, hogy lehetett akkora barom.